találni, hogy ki a szülő, ki a szent. Ez a két fogalom alapjában véve ugyanazt jelenti. De azért mégsem ugyanaz. Olyan különbség van köztem, mint hogy is magyarázzam, mint amikor az ember azt mondja, hogy állam, meg azt mondja, hogy haza. A hazáért élek és halok, az államnak meg adót fizetek. És annak ellenére, hogy adót fizetni lényegesen könnyebb, mint meghalni, mégis több embertől hallottam, aki lelkes örömmel halt volna meg a hazáért, de soha senkiről nem hallottam, aki lelkes örömmel fizetett volna adót. Hát így vagyunk valahogy a szülővel, az anyával, és a szülő hivatalos kifejezés az anya magánjellegű. A szülő minden, ami értelmet, erőt, kötelességet jelent. Az anya pedig minden, ami érzelem, áldozat és a leggyönyörűbb gyöngétség a világon. Az anya meg a szülő egy ember, de ennek az egy embernek egész más tulajdonságai nyilvánulnak meg az anyában, mint a szülőben. Aki a harmadik szobából csukott ajtón át is meghallja, hogy 6 hetes kislánya sír, az az anya. Aki szeretne azonnal berohanni hozzá, és egy kis jó langyos tejecskével elcsitítani azt a kis ártatlan, még az is az anya. Aki be is rohan hozzá, kibontja, megnézi, tisztába teszi, de soron kívül egyetlen kortyönye tehessen juttat neki, hanem szigorúan alkalmazkodik az orvosilag előírt étrendhez, az már a szülő. Akinek majd a szíve szakad ki, amikor a gyereknek forzási fájdalmai vannak, az az anya. De aki csuka májolajat ad neki, hogy minél hamarabb nőjön ki a fog, az már a szülő. Általában, aki képes arra, hogy saját önszülő gyerekének beadja a csuka májolajat, ezt a szörnyű csúszós kimératlan iszű kocsvalékot, az nem is lehet anya, az csak szülő lehet. De aki közben azt hajtogatja, jaj de jó, jaj de finom, a mama is ezt teszi. És hősies elszántsággal szívében, de háborgó indulatokkal a gyomrában maga is megkóstolja ezt a szörnyű kocsvalékot, az már nem a szülőkére, az már megint az anya. Aki büszke arra, hogy az ő gyereke olyan nagy kislő, hogy az idén első osztályba iratkozik, az a szülő. De aki az iskola megnyitásának napján sírva kísérje a gyereket abba a tiszteletre méltó épületbe, és amikor beengedi a többi gyerek közé, akkor úgy érzi, hogy a fia Dániel, aki most lép az oroszlán barlangban, az már megint az anya. Aki nappal megbünteti a gyereket, mert elszaggatta a nadrágját, az a szülő, de aki ezt a kis nadrágot éjjel könnyes mosollyal fordítja meg, az az anya. Aki azt mondja, haszontalan vagyok, már megint nem tanulsz, az a szülő, de aki főnek válnak, keservesen panaszkodik, hogy annak a szegény gyereknek már megint mennyi rengeteget kell tanulnia, az az anya. És most tessék figyelni. Aki a kamasz fiát, és segíteni. Aki a kamasz fiát tánciskolába viszi, az a szülő. Aki büszkén figyeli, hogy az a haszontalan kölyök milyen ügyesen teszi a szépet annak a szoppos kislánynak, na, mondjátok. Nem, az is a szülő. De aki ugyanakkor nagyokat nyer, mert úgy érzi, hogy most kezdik tőle elszakítani lelkétől lelkezett magzatát, és szeretné a fia táncpartnerét, azt a kis kacél, szőket, szappos démon megpofozni, az már megint. És mégis az anyából lesz a jó anyós, a szülőből pedig a rossz. Amely anyósi állapot tart mindaddig, amíg meg nem születik az első unok. És akkor valami egészen váratlan és csodálatos dolog történik. Eltűnik a szülő, eltűnik az anya, vagy mondjuk inkább a kettő összeomlott, és mondjátok, ez az, tudjátok, ez. Nagymama lesz belőle, de ez a nagymama nem hasonlít. Sem az anyára, sem a szülőre. Annyira nem, hogy hadilában áll mindkettővel a szülőt ridegnek, az anyát túlzottnak tartja, és csak egy valakivel azonosítja magát teljesen. És 100%-osan a gyerekkel. Mint ha soha nem lett volna szülő, soha nem lett volna anya, mintha így született volna 51 néhány esztendős korában egyenesen nagymamának, a nagymama,
a világ legcsodálatosabb élőlény, akivel eddig találkoztam, ennek bizonyítására hallgassátok be a következő beszélgetést, köszönöm is a kislányom között. Apa, én tudom, hogy ki a világ legerősebb embere, hallgatok. A gyerek forszírozza. Képzeld, olyan erős, hogy félkézzel fel tud emelni egy elefántot. Ki mondta ezt a marhaságot? A nagymama. Aztán még azt is előadta a kislányom, hogy ez a világ legerősebb embere egy kínai, aki azért lett olyan erős, mert soha életében nem evett más, csak tejbe papi. Nagymama a technika vívmányaival is tisztában volt, nem volt az egyetlen, aki meg tudta magyarázni a kislányomnak, honnan tudják azt, hogy melyik autó hány lóerős? Ezt ugyanis onnan tudják, hogy befognak egy csomó lovat egy autóban. De úgy, hogy a lovak feje ellenkező irányban legyen, mint az autó eleje, akkor aztán elindítják őket, a lovakat jobbra, az autót balra, és állandó el tud hozni egy autó eleje. És ezt a módszert Edison találta. Nagymama szerint ez egy híres feltaláló, aki azért értett annyira az autóhoz, mert kisgyerekkorában mindig nagyon figyelt őket, amikor átment az úttesten, és csak akkor ment át a zebrán, ha intett a közlekedésre. De mondom, nagyon mindenről mindent tudott. Tudta, hogy Attila bácsi azért volt olyan nagy hadvezér, és azért volt olyan kiválóan lovagolni, mert kisgyerekkorában mindig egyenesen ült a széken, viszont azért maradt olyan kis termetű, mert nem akarta megenni a spenót. Toldi Miklós azért volt olyan erős, mert nagyon szerette ezt a bizonyos csupamájolajat, és Hunyadi János mindig megitta a keserű vizet, ha az anyukája beállta neki. Azért aztán még má is róla van elnevezve. Mondom, nagyban mindenütt, jaj, tudta, hogy a telefondróttal nem szabad játszani és meghajlítani, mert eldörbül benne a hang. És soha ne tessék más mondani, csak is a színtiszta igazat, a legtisztább igazságot, mert minden egyes füllentés alkalmával. Kopik egy kicsit az ember orra, és a végén egészen el. Oh, most jut eszembe, eddig soha nem sejtettem olyan nagymama orra, mitől olyan kis viszem. Azt hiszem, most már tudom. Köszönöm.